Hello, sziasztok, Ovon XDM 1041. Hát a teszt videóból nekem kimaradt ez a diódaméréses dolog, mert igazából annyira nem foglalkoztam vele, csak valaki jelezte, hogy hát az kéne, mert hát az nagyon fontos. Na most, íme most rá is van kötve, ugye nem a gyári mérőzsinórja, hanem a banános, kroki csipeszes, az indexkép kép kedvér. Ez egy 3 voltos LED, és mint látod, világít róla, és meg is tudja mérni, hogy 2,5 volt a nyitófeszültsége. És kezdtünk a legnagyobb feladattal, hogy világít-e róla egy 3 voltos nagy fényerejű LED. Igen, világít, de itt van egy ez BAY41, szerintem ezek a diódák, mindjárt megmérjük ennek is a nyitó feszültségét, csak így egy kézzel cefet nehéz rárakni, de sikerülni fog, ígérjük. Nem biztos, hogy sikerül ugye elsőre. Na, most rajt van. Nincs rajt? Még mindig nincs rajt. Ja, annyira nem jók ezek a csipeszek. Na, így van rajt. Hát még mindig nincs. Na, sikerült rárakni. Szóval, hogyha stabilan rajt van, akkor azért megméri. És a másik dolog, hogy ugye beállítottad, hogy mikor sipoljon. Ez most pont jó példa, mert be van állítva a fél volt, de hogyha azt leveszed 0,4-re, akkor sipolni fog elméletileg, ugye? Jó gondolom én azt. 0,4 alatt? Ja, hülyeség, nem 0,4, fordítva. Szóval 0,6 alatt így már sipolni fog. Magyarul, hogyha 0,6 volt alatt itt mérsz, akkor sipol. Ez pedig a threshold funkciója, amit ugye zárlatkeresésre is szoktak használni. Arra meg ugye mindig kíváncsiak, hogy milyen gyors. Van egy kis kés, és szóval ez nem a leggyorsabb műszer, ez ebbe nem a legélesebb kés a fiókba, hogyha ez számít. De hogyha simán, mert ugye van ennek, ez ugye ellenállásmérés, ez így a folytonosságmérés, itt is beállíthatod, hogy hány ohmtól sipoljon. Ezt itt akárhova állítod, látod? Nem túl gyors. És ennek igazából szerintem az automata mérés határváltáshoz van köze. Aztán lehet, hogy nem. De hogy ezt nem itt kell használni a folytonosságmérésben, mert ott nagyon lassú, hanem hogyha a sipolási sebesség számít neked, hát akkor én a diódamérésbe itt sokkal gyorsabban reagál, de azért itt is tudok olyat neki mutatni, amit még nem vesz észre, de azért használhatóna. Hát ennyi volt ez a videó, mert ugye itt csak a dióda, meg a rövid zármérése, hogy hogyan sipol a folytonosság mérése a műszernek, hogy mekkora a sebessége, itt arról volt szó. Na hát ez maradt ki abból a teszt videóból, én ezt nem nagyon használom. Hát használgatom, mert ugye notebook javítás során, amikor nézed a kondikat, akkor hajlamos vagy elég gyorsan csipegetni végig akkor kis kondikat, hogy melyik zárlat, és úgyhogy jogos a dolog, hogy de hát azért megvárod, amíg egy-egy csippan mindig, szóval nem mész olyan fénysebessége végig, arra ez azért tökéletes. Amikor egy IC-nek keresed egy ilyen, mit tudom én, itt van 20 lába, meg itt, és akkor az egyik felét leteszed testre, a másikat így végighúzod, hát akkor azon a 20 lábon így végigmész, egy másodperc alatt az 20 Hz, hát azt már nem érzi. Szóval akkor nem fog neked felcsippanni azon a 3 ponton, ami pont azon a testen van, vagy azon a ponton, amelyikre a másik mérőzsinort leraktad. Arra annyira ő nem fényes. Na, hát ennyi volt ez a videó, ha tetszett, ha nem, iratkozz fel, hello, hello!